Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Törzsasztal nézőit a Roosevelt éli harázscsárdából. Mai alkalommal folytatjuk a tokai borokat bemutató sorozatunkat. Előző alkalommal beszéltünk az alap szőlőfajtákról, a furmintról, a házsevelőről és a sárga muskotájról. Ebből a háromból az első kettő hungarikumnak minősül. A mai alkalommal a szamorodni az első borfajta, amit szeretnék önöknek megmutatni. Az elnevezés lengyel a szamorodni, ahogy termett. Érdekesség, hogy ennek a borfajtának van magyar neve, amit a szamorodni teljes egészében kiszorított. Ezt úgy hívták, hogy főbor. A szamorodni borfajta két változatba kerül palackban. Száraz szamorodni, amikor a szőlőben lévő teljes cukortartalom kierjed, ez általában egy kicsit magasabb alkohollal bír, és az édes szamorodni, amikor nem erjed ki a teljes cukormennyiség, valamennyi természetes cukor marad a szamorodniban. Vannak olyan szamorodnik, amelyeknek a cukortartalma az aszúborokhoz mérhető, tehát 100-150 g. Tulajdonképpen az aszú bor előtti kategória, lehet ezt mondani, a szamorodni. Hordós érlelés után palackozzák le a szamorodni bort. Ez benne van a magyar bortörvényben, hogy szamorodni így készül. Ez általában egy 1-2 éves hordós érlelés. Ez a szamorodni a Sajgó Pincészet 2017-es szamorodnia, egy nagyon szép, érett, hordós érlelésű jelleggel. Megjelenik egy nagyon jellegzetes, a tokai borvidékre és a szamorodnira jellemző egy ilyen diós, kicsit kenyeres ízvilág és illatvilág is. Nagyon koncentrált, nagyon gazdag, egész szájat kitöltő ízkép, és egy hosszú bor. Ittam már ezt a bort is, tudom, hogy nagyon hosszan benne marad az ember szájában a bornak az íze. A száraz szamorodni egy tipikus aperitív bor, ezt tudom ajánlani, jól hűtve. Ez egy nagyon jó bevezetője lehet egy hosszabb étkezésnek. Következő borunk a Sajgó Pincészet 2013-as 6 puttonyos aszúja. Tulajdonképpen a 2013-as az utolsó év, amikor a puttonyszám feltüntetése még kötelező, ugyanis ez az általunk jól megszokott rendszer, amiben 3-tól 6 puttonyig voltak a tokai aszúborok, ez átalakult, és az új aszú meghatározás, az annélkül, hogy most belemennék a részletekbe, az körülbelül az 5 puttonyos aszúnak megfelelő beltartalmi értéket fogja jelenteni. A Sajgó Pincészet 2013-as 6 puttonyos aszúja egy klasszikus aszú, a hordós érlelés természetesen továbbra is megmarad, tehát ez szükséges az aszú készítéshez, és a tokai aszú az a magyar borok közül egyedül egy világon egyedülálló brand. A természetes édesborok világában, ahol természetesen nem csak Tokaj, hanem Németország, Franciaország, Olaszország, tehát sok helyütt termelnek természetes édesbort, a tokai aszú kiemelkedő. Igazság szerint ez nem csak egy magyar nemzeti büszkeségünk, hanem valóban egy világ élvonalába tartozó érték a tokai aszú. A
aszúborra jellemző szín, ez egy viszonylag világos szín, és az aszú is fiatal, mert tudjuk, hogy az aszú az 5-6 év az a minimum, ami után ki lehet hozni egyáltalán a bort, de az élettartalma az évtizedekben mérthető, az 1810-es évekből származó tokai bor, igaz, hogy nem aszú, hanem eszencia, az a mai napig is élvezhető, mondjuk a mennyiség az elég korlátozott, de az 1972-es hatputtonyos aszú az mai napig is elérhető a Grand Tokaj választékába rendelhető. Jellegzetes bírsalmás, aszalt gyümölcsös, aszalt fehérhúsú gyümölcsök, barack, körte, némi kis ananász érezhető, mindez aszalt változatba, az illatába. Ez is mutatja, hogy ez egy fiatal bor, és még azok a harmadlagos, negyedleges illat és ízjegyek még nem alakultak ki, ami az aszúnál elfogadott. Nagyon szép harmónia. 170-80 g cukor mellett közel 10 g sav, és ennek következtében ez a magas cukortartalom egyáltalán nem zavaró. Határozott édes karakter, rendkívüli hosszúság, úgyhogy a tokai aszú az egy valóban egy világmárka. A most bemutatott tokai aszú mellett, de azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy fölött a tokai borvidéknek van még egy különleges kategóriája, amiből a világon sehol máshol nem készül bor, ez pedig az úgynevezett eszencia. Mindenféle jelző nélkül. Az eszencia az egy olyan tokai bor különlegesség, ami úgy készül, hogy a leszedett aszúszemeket hordóba rakják. A hordó alján van egy fa rács, ami elősegíti azt, hogy a szemek egymás súlyát következtében összepréselődnek, és ebből az aszú szemekből egy minimális mennyiségű eszencia, tokai nektár kipréselődik. A tokai eszencia az 4, 5, 6, sőt, nekem volt szerencsém már 800 g per liter cukortartalmú eszenciát is kóstolni. Valójában nagyon ritkán kerül kereskedelmi forgalomban, ugyanis ideális arra, hogy a pincészetek, különösen a nagyobbak, az eszenciával, az aszúnak a saját anyagával, az aszúnak a cukortartalmát tudják finom hangolni, hogyha erre szükség van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!